amivel kezdeném, hogy kellemes meglepetés volt, hogy mennyi jelentkező volt, ugye a Gyergyó Szentmiklósi saját játékosainkkal együtt 80 fölötti a létszám, ugye a megadott korosztályokon belül, több korosztályról beszélünk, és ugye úgy tervezzük, hogy minél kevesebb gyergyói fiút vigyünk ki a távolság miatt, mert őket ismerjük. Jövőben, amikor remekén megvesz egy pályá és korábbi időpontot tudjuk szervezni, a trainingot, akkor nyilván a sajátjaink is mindig ott lesznek. De nagyon kiváló az a létszám, és remélem, mindenki el is jön, akiknek visszajelzést fogunk küldeni a napokban, hogy a jövő héten ez a két nap hogy fog telni, miként fog lezajlani. Ugye ez egy egész napos program, két jeges foglalkozás, vagy edzőmérkőzés szerepel naponta a programba. Reggel este két csoportba lesznek osztva a játékosok, megpróbáljuk úgy a hátvéd csatár arányt beszabályozni, hogy minden igényt kielégítsen két oldalon. És ugye az edzők, a stáb, a korosztályos stábtól kezdve egészen felnőtt stábig ott lesz mindenki az edzők közül a lelátón, és ugye különböző szegmensek vannak, hogy mit nézünk a játékosokon, nyilvánvalóan sebesség, én a kocsajázó képességből, technika, lövő technika, erőszint, ékonomikú, hét különböző szegmens, ilyen jellegű szegmensek vannak, amiben osztályozni fogjuk a játékosokat. A jeges foglalkozások között lesz egy alapszintű fizikai felmérés is, teszt, amit Lokodi Mátyás vezényel majd. Illetőleg nyilvánvalóan, mivel ez egy napközis jellegű dolog, tehát az ebédre is időt kell hagyni. Ugye együtt fognak ebédelni ezek a játékosok, csapatként fognak működni két csapatban, vagy három 15 fős csapat, vagy két 20 fős csapatban gondolkodunk. Ezt még meglátjuk, hogy mert ugye közben jöhet bármi betegség, illetőleg sérülés, vagy bármilyen ok, amilyen esetben járjon a játékos. Tehát a kicsit volt flexibilis ez a létszám, de nagyon jó a létszám, és ennek egy feltétlenül örülök. Ami a dátumot illeti, ugye meglehetősen késői, tehát ezt normális esetben az utánpótlás bajnokságok lezárta után fogjuk a jövőben tartani, de ugye először is itt a környéken nincsen már jégfelület, ahol tudnánk ezt lebonyolítani, illetőleg meg kellett várni a román utánpótlás bajnokságoknak a végét, ami meglehetősen későn végződött, úgyhogy ezért ez a május végi időpont, és az érdi időpont, érdi helyszín, bocsánat, ugye ez egy kicsit a nehézségét okozza, hogy messzire kell menni ezt megoldani, de mivel ott van saját hazai pályánk, ezért nyilvánvaló volt, hogy érdben fogjuk ezt lebonyolítani, az érdi kollégákkal összehangolva, ő ugye sok magyar állampolgárságú fiú is beadta a jelentkezését, amiért nagyon örülünk, mert három kvázi légió státuszú játékos szerepelhet a magyar bajnokságban a Gyergyó színeiben, mint a román licencű klub, a magyar játékosok ugyanúgy, mint az Erszkében külföldinek számítanak, de az érdi kollégák a saját csapatukba is tudnak draftolni, vagy kiválasztani játékost a tryout során. Ugye elég tágszegmást adtunk meg a serdülőtől a juniorig. Ugye nyilvánvalóan ugye a serdülőben van kvázi a legkevesebb játékosra szükségünk. Ha látunk, nagyon tehetséges játékos természetesen nyitva a kapu, de létszámilag személyi elnavai tekintve oda van a legkevesebb pontorandó pozíció. És ahogy haladjuk fel az ifjén a junior fele, tehát a 18-as, 20-as, 21-es korosztály fel, úgy egyre nagyobb a létszámhiány, tehát értelemszerűen a juniorba, aztán az ifjénbe szeretnénk játékosokat találni, kiválasztani, mert ott vannak a létszám tekintetében hiányosságaink. Ketté kell választani a felnőtted, illetve az utánpótlást. Tehát az 20-as csapatunk, az profi csapatként szeretnénk mozgatni, üzemeltetni csúnya szóval, mert ők fogják játszani a román bajnokságban az alapszakasz meccset, illetve az egész román bajnokságot reményeink szerint. Ott azt, mivel profi csapatként szeretnénk üzemeltetni, ezért ott nyilván lesznek szerződések, és az, hogy ez most milyen kondíciókat takar, azt gondolom erről korai beszélni, és amúgy is ez egy egyszerű közti biznisz, a játékos és a klub között,
de nyilván a 18-ban és a 16-ban, tehát akadémiai vagy képzési központ keretein belül ezen utánpótlás csapatokról beszélünk, én úgy gondolom, hogy ennek még nincsen itt az ideje, hogy ott szerződésekről beszélünk. Egyébként nem igazán az én területem, vagy a romániai jogviszonyok között hogy tudunk szerződtetni játékosokat. Természetesen az iskolákkal már a kontaktfelvétel megtörtént, a kollégáink jártak az iskolai igazgató uraknál, hölgyeknél. Ugye fölmértük azt, hogy hány fős kollégiumok vannak, vagy milyen kollégiumi lehetőségeink vannak átszám tekintetében. Természetesen, ha egy fiatal ember ideigazol egy más városból messziről, akkor azt gondolom, hogy ez a része, ez rendezve lesz megnyugtatóan, mind a szállás, és ugye a mi szempontunkból azért, aki a mi klubunkban fog jégkorongozni, az első az iskola, tehát erre nagyon-nagyon szeretnénk erősen fókuszálni, hogy a gyerekek megfelelően tanuljanak a iskolákkal, a pedagógusokkal együtt működve, jól kell tanulni, ez alapfeltételem, tehát nem lehet az, hogy elinkeljük a sulit, hanem ez nagyon fontos, mert nem mindenkiből lesz profi játékos. Ugye ezt nem tudjuk ma megmondani, hogy kiből egy-két-három mennyi módon mi fog kialakulni, ez az iskola nagyon fontos sérülés. Nagy százalékban előfordulhat, adja Isten, hogy nem, de ha ezért abba kell hagyni, akkor a gyerekek kezében legyen egy jó szertifikáció, egy jó képzettség, akár egyetemi szinten, akár szakmai szinten, azt gondolom, nekünk erre állandóan kell figyelni, és ezért még egyszer azt tudom mondani, hogy aki más városban ideigazol, ezt megnyugtatóan fogjuk rendezni az elszállásolását és az oktatását egyaránt.